Csácsó, mit csörtészt a sziasztok gyerekek! Képen jelentkezik következő videóval, amiben kettő dologról lesz szó. Az egyik nem más, mint a TikTok téma, a másik meg a rajzverseny. Igen, csináltam egy ilyen TikTok ökuntot, amit arra akarnék használni, hogy inkább, leginkább, hogy ilyen rövid videókat töltök fel, meg leginkább arra, hogy ilyen, hogy nevezik azt, kulisszák mögötti videót csináljak, és live-okat. És igen, live-okat szeretnék csinálni sokat. Még nincsen meg az 1000 követőm, úgyhogy ha meg lesz 1000 követőm még ma esetleg, akkor már ma valószínű, hogy live-ot fogunk csinálni. Arra gondoltam, hogy ugye én videókat készítek. Én nem nagyon szeretem a streamelni YouTube-ra a dolgokat, sokkal jobb keretet tudok adni egy videónak, sokkal inkább nem megy át hülyéskedésbe az egész, hanem egy inkább egy ilyen tök jó videósorozat képébe tudom ezt felétek közölni. Viszont ez ugyanígy maradna, de csinálnám azt, hogy TikTokra meg streamelném, amit veszek fel. Értitek? Nem mindig, hanem amikor gondolom, akkor felrakom állványra ide a telefonomat, és akkor streamelem TikTokra, hogy éppen mi a túró történik, hogy veszem fel. Úgyhogy ha akar valaki, akkor így bele tud nézni magába abba a folyamatba, hogy éppen készül a videó. De ugye, aki nem akar, hanem csak a videót akarja megnézni, annak meg tök jó, mert nem live-ot néz, viszont videót fog kapni, de aki bele akar nézni, az meg tudja nézni live-ba. Hogy készül. Úgyhogy egybe live-ba stream is lesz, meg egybe mi az? Videó is, meg aki streambe bele fogok nézni a chatbe, és akkor, hogyha segítetek, vagy van ötletetek, akkor azt fogom alkalmazni, nem feltétlenül, mert tényleg meg akarom tartani ezt a keretet, hogy ez videó legyen, szóval nem az lesz, hogy chatbe csevegés, hanem értitek, mire gondolok. Na, meg egy ilyen rövid videókat fogok egyébként oda kirakni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor kövessetek be ott, követni kell ott be, nem tudom egyébként. Jó nagy boomer vagyok ehhez, de szerettem volna ezt megcsinálni, meg ez pont jó a felület rá, ugye YouTube az egy ilyen komolyabb videók, TikTok érdekesebb, viccesebb videók, már nem úgy érdekesebb, hanem ilyen viccesebb, rövid videók, meg esetleg streamek, meg ilyenek fognak menni ott enna. A másik dolog, amiről akartam beszélni, az nem más, mint a rajzverseny. Tudom, hogy nagyon sokat késtem vele, emiatt úgy gondoltam, hogy egy kicsit módosítok az ajándékokon. Ugye úgy volt, hogy az első helyezett egy pólót kap, a második helyezett szintén egy pólót, a harmadik helyezett egy bögrét. És arra gondoltam, hogy akkor legyen egy negyedik helyezett, és ő is fog kapni egy bögrét, ami már elég nagy eséllyel meg fogod kapni, mert olyan nagyon sok rajz nem érkezett. Egyébként a rajzokat kirakom ma még az Instagramomra, a leírásban ott van a linkje, és akkor, hogyha valaki belájkolja az egyiket, az olyan, mint hogyha szavazna arra a rajzra. Tehát az lesz az győztes, akire legtöbb like érkezik, vagy legtöbb szívecske, vagy hogy nevezik Instagram fogalm, beszívezik, aki legtöbbet beszíveznek, az fog nyerni a második helyzet, meg egyetemilyen sorba, amelyikre sok-sok szavazat érkezik. Na, de meg akartam mutatni ezeket a csodálatos rajzokat. Először viszont azt el akarom mondani, hogy a nézők, akik rajzoltak és küldtek be rajzot, nagyon sokan fiatalok, szóval nem szeretném, hogyha azon, hát ne nevessétek ki azokat a rajzokat se, amelyik nem lettek olyan nagyon-nagyon művésziek és jó minőségűek, mert valahol lehet, hogy egy kisgyerek rajzolta, mert például konkrétan tudom, hogy volt olyan, hogy az anyukája küldte el a srácnak a rajzát, aki rajzolt kípörös Kipörös rajzolt a Kipörnek. Na hát az ennél hülyébb megfogalmazás, az nem igen volt, létezett itt a történelemben. Ennyi rajz jött egyébként, nagyon sokáig tartott így összeszedni, mert az a baj, hogy én hülye voltam, nem csináltam egy külön e-mail fiókot, ahol jöttek volna ezek a rajzok, és belekeveredett az egészbe, spambe is jöttek, mindenhol jöttek. Valaki küldött több rajzot. Mármint úgy, hogy egy rajzról több fényképet csinált, azt kiválogattam azért mindenről egy fénykép legyen. Egy ember küldött olyat, hogy számítógéppel szerkesztett ilyen layert rakott, vagy ilyen nem layert, hanem egy ilyen filtert rakott, ilyen rajzos filtert a fényképeimre. Azt nem akartam beválogatni, már hát az nem lett volna főr. Úgy gondolom. Na nézzük meg a rajzokat, meg első! Kipernek 2P-vel, hehej! 2P-vel rajzolta a srác, aki nem biztos, hogy srác, lehet, hogy lágy. Egy belarusz traktor. Persze a belarusz traktort a cirill betűkkel szépen jól leírta, de a Keepernek az meg 2P-vel. Hát nem baj egyébként.
fölismerhető, csodálatos 82.1-es Belarus, ő az egyik játékos jelölt, aki fog versengeri a gyereményekért. A következő, na, itt most már színeket is vittünk bele, tök jó. Egyébként, hogyha valaki több rajzot rajzolt, és teljesen másokat, és úgy küldt el, azt nem tudom kontrollálni, meg szerintem akkor úgyis mindenképpen többször is játszhatod volna, az nem volt ugye megszabva. Igen, itt már jobban néz ki, azt nézem egyébként, még jól is vannak a mintázatok, ugye? Jó vannak a mintázatok? Erdőn szokták megfordítani ezeket a gumikat, ezeket a fenyőmintás gumikat, ezt akkor nagyobbat harapnak, de jó, jobban is terheli ugye a magát a járművet, mert abszolút nem rúg meg szinte. Meg ilyen nagyon rossz körülmények között meg szokták fordítani, mert ugye, hogyha így forog, akkor ugye kitolja maga alól a sarat, de hogyha fordítva van, akkor ahogy akkor konkrétan így befele tolja, és akkor jobban, hatalan nagyobbat tart. Na, nézzük! Oh, yes! Keeper MGTS, kutyával őrzött terület, nincs is kutyám, viszont ez szerintem az a TS lehet. Ó, még nézzük meg, milyen járművek vannak először is. Van egy 50-es MTZ Book keretes. Azért látom, a mezőgazdaságban ott van a srác, mert egyébként bukókeretes 50-es MTZ-em szerintem nem is volt. Mi a franc? Nézd meg a hátteret! Egy izébe vagyunk, egy MTZ-be vagyunk. Na hát azért ezt nehéz überelni. Egyébként ez a srác küldött olyat is, hogy az MTZ-nek az első kerekén volt ez a rajz, és azért mondtam, hogy valaki többet küldött, és egyébként rövid gatyában vagy, hát megfagysz, gyerek, megfagysz. Meglátszik, hogy jó, és régen hirdettem ezt a rajzpályázatot, aztán még mindig itt tökölök egyébként. Na, mik vannak ott? Van ott egy vízhőfok, van ott egy levegőnyomás, van egy üzemanyagjelző, meg szerintem a töltésjelző lehet, ugye? Azok ott a négy darab lámpa, de jó, oké, foglalkozunk a rajzzal is. Van egy 50-es MTZ-ink, van egy 80-as MTZ-ink, van egy portánk, meg van egy műtrágyaszóró, siló, fa, ott van benne e-combine, látni ugye, le van béve róla a vágóasztal, a ferde fölhordója látszik szembű, erősen. Jobb oldalt szerintem az egy ifa akar lenni, itt meg van egy rábas tiger, most tök jól néz ki egyébként ez a rábas tiger, egy IH tárcsával, egy kész IH tárcsával, igen, és egy, mennyi az, egy 250-es lehet? Te jól meg van csinálva az a rába. Mondjuk egy rábát szerintem úgy fel lehet ismerni, mint az állat. Igen, kutyával ez a terület, köszönöm szépen, a rajz volt. Ó, igen. Ő valószínűleg egy fiatalabb nézőn, és ezért mondtam az elején, hogy mindent ugye a saját kontextusába kell kezelni, vagyis saját helyén kell kezelni. Hogyha fiatalabb volt, és ő ezt rajzolta, akkor szerintem meg például tök jó, mert itt a baloldal rajznál például a térérzéke tök jó volt a csávónak. Egyébként felismerhető, szuper, 50-es MTZ, orsúly előtte, minden is van. Na! Keeper Farm, dolgoz paraszt. Dologra paraszt. Még saját magamat sem tudom jól idézni. Úgy látom, van itt egy MTZ, egy kis fülkés, ha jól látom. Jól látom. És 82-es lehet egyébként. Nem is 80-as. Még jobban tudja, hogy melyik oldalon van a 82-esnek, meg a 80-asnak a kipufogója, mint a Keeper. Meg van egy ilyen krumpliszerű csodálatos valami csodánk, ugye? Úgy néz ki, mint a holjáró, nem ezen a képen, hanem amúgy is. Van nekünk egy rábank, amit én azt nézegettem, hogy nem tudom egyébként, de nem jöttem rá, hogy mi van a hátulján. Az olyan, mint egy sugárhajtómű, de szerintem az egy hárompontos csatolóra egy tárcsa, vagy pedig egy borona, és bár nem tudom, hogy ahhoz miért, és ez a kék, ez szerintem a TLT-nek a lehajtása akar lenni, hát nem tudom, és most én mondhatnátok, hogy egy 250-es rába nincsen TLT, de ugye azt hiszem, hogy az újakon, a 320-asokon, azok a GD-ken, azokon meg már azt hiszem, hogy van TLT. Szóval, hogyha nézed, akkor írjad meg, hogy... Egyébként nézzétek, van egy háttérben, amit kiradírozott egy másik rajz, ahol föl van emelve a hárompontos csatoló lévő függesztett eszköz. Itt látni itt egy kicsit olyan halványan. Következő! Wow! Ez egyébként tök tetszik akkor, amikor vannak olyan emberek, és én se tartozok bele, akiknek egész más a látásmódja, és máshogy rajzolnak. Nem úgy rajzolnak, hogy hopp, rajzol egy traktort, hanem ilyen kitöltik az egészet, és szerintem ilyenekből fejlődik tovább egy festő. Mármint olyan más lát, érted? Hogy így nem annyira, nem azt csinálja, hogy ilyen nagyon vonalakból körbe rajzol dolgokat rajzol, hanem így beleszínez a labba egy MTZ-t, és mégis jól néz ki, és ott van egy ugat vagy kapar egy kutya, és ez a kutya is például ilyen, csak ilyen kicsit ilyen
stilizált, vagy így nem teljesen van, hogy megcsinálva, mégis úgy elképzelhet, hogy ott a hempereg legalábbis, én úgy gondolom. Ja, jó, köszönöm szépen. Köszi szépen. Óóóá! Na, igen. És itt van a másik ember, aki szerintem inkább lehet, hogy inkább van a művészi vénával megáldott ember, meg szerintem van a műszaki vénával megáldott ember, ő egy műszaki vénával megáldott ember, gyerek, vagy néző, vagy nem tudom hány éves, mert igazából a lánctú elkezdve az orsúig minden csavar meg van rajzolva, látod, hogy milyen poroltó, látod a poroltónak még a izéjét is, a nyomás óráját, mindent, ott van a kézigáznak benne a kabinba, minden tökéletesen ki van dolgozza. Igen, úgyhogy egy kettő ember típus létezik szerintem. Hát ő meg keveréke lehet, hogy a másik kettőnek. Alsó újlaknak a címere, és van itt egy nekünk kettő darab rabank, az egyik egy talán 300, és dupla kerekes, a másik meg egy kettőt feles lehet. Nagyon hasonlít egy vashoz egyébként. Hát nem tudom, most aztán lehet, hogy meg fogtok kövezni. Én még én sem tudom alsó újlaknak a címerét. Úristen, van bele egy tábló, meg egy... Mi az? Egy szőlő? Szőlő, tényleg? Jó, Keeper! Keeper! Van egy MTZ-ig, egy 8... Kisfukavéres 82-es, egy rábág. És azt szerintem az alsó... Bazen, az tök jól néz ki. Ez az alsó újlaki MGTS-nek a bejárata. Itt vannak ezek a betonok, el. Itt van a bejárata. Ott van kid az út. Ez is nagyon jó meg van csinálva. És tök jó. Majd hogy tudtuk eljól rajzolni? Igen. És van itt egy rába stegerünk is, e? A 8. hó 21. Bazze. Hallod? Már több mint egy hónapja firdettem ki a dolgot. Na, oké. Okay. Verhetési. Jó néz ki. Következő. Ó, wow. Ez tök jó néz ki, ez a perspektíva, különösen tetszik. Hát ez igazi művész lélek volt ez. Nagyon jó, tök jó, tetszik. Tetszik, tök jó. Várj, ez meg még egyszer van, úgyhogy bocsánatot kérek. Ez még egyszer van. Wow, ez meg én akarok lenni, mi? Én akarok lenni, biztos. Ő meg egy tehén. Egyébként jó, én sem rajzolnak jobb tehenet. Megmondom őszintén, micsoda füli van. Hosszú nyelve nem nincsen meg. Mindig féltem volt, amikor tehenek így nyújtogatták a hosszúra, hogy csak nyelvüket fújnyegusztustal hallott, komolyan voltam. Ó, van egy traktor, egy valorusz, kicsit meg van ültedve. A Garlanos lenn van egy kicsit nagyon. Egyébként, ó, Faber-Caster ceruza, ugyanolyan van. Ott bal oldalon, az a szürke. Faber-Caster, vagy Faber-Caster, tök jó ceruza. Ilyen háromszög alakú, ilyen kicsit legömbölített. Na, igen, hát ez meg egy belorusz. Csodás. Tök jó. Köszönöm szépen. Ó, itt meg egy bálahordó MTZ, és ő is egy műszaki ember lesz, látszik, hogy még fiatalabb, de látni, hogy azért a műszaki adottságok ott vannak, mert még a hűtőventilátort is rábigyeztette a motorblokkra, úgyhogy mindent is. Az összes hidraulika, kar, pedál, váltó, hárompontos csatoló, minden a helyén van, még a belseje is a lámpának. Egyébként nem tudom, hát biztos, hogy az emberek, vagyis a nézőim 80%-a tudja, de azt lehet, hogy sokat nem, hogy egy ilyen villogó az ilyen tök egyszerű megoldással van. Nekem volt egy villogom, küldött bazza a Zsolti, hol van? Ah, a franc egyébként. Na úgy van megoldva, ugye középen van az égő, és egy ilyen tükör megy körbe-körbe körülötte, és azért van az, amikor így forog. Gyakorlatilag a fény. Én gyerekkoromban mindig azt hittem, hogy abban van egy lámpa, amely körbe forog, de nem. Hanem egy ilyen tükör. Úristen! Ó, bazzer! Na, itt volt munka, úgy látom. Speed Tires! Egy Ural! Ha jól látom, egy Ural, egy pótkocsival hordjuk a szerelvét, az azt jelenti, hogy 8 darabot egyszerre viszünk. 8 darab izét, pont, ott van farming. 2 darab. MTZ-re hasonlító Dutra, de egyébként szerintem MTZ valamit csinál a Zalai dombokon, ott meg van a Keepernek mindig ilyen gettó farmházai vannak, gondolom azért van ott az a szélmalomszerű léckerítéses valami, és van nap is. Oh, a Seven Days to Die! Hát gyönyörűen, így képzeltek el engem, mint ott a Seven Days to Die-os idejében? És azt mondom, várja, az mi? Az pont a ideje. Pont a konzervgyár, figyeld meg. De egyébként a Seven Days to Die-ba, hogy nézek ki? Hát így képzeltek el, itt biztos vagyok be. Így nézek ki, nem az, hogy így képzeltek el. Na, meg mi van itt? Long Drive. És igen, jobb oldalon vannak a lámpák,
Még a néző is, aki lehet, hogy felületesen nézi csak a videóimat, az is tudja, hogy jobb oldalra kell rajzolni a lámpákat. Én meg mindig másik irányba indultam el, hogy bal oldalt volt, aztán végén kiértünk ugyanoda, ahonnan indultunk. Van kaktusz, meg van egy csillagos ég, meg lámpák. Ez ilyen tipikál, nem? Amikor aludni szoktunk-e a kocsiba. És jó reggelt, Vietnám, csácsúvicsőt, ezt a csokolád is. Traktorkely, köszönöm szépen. A rajzok. Paraszimulátor. Ez azért jó néz ki. Ott a Sanyi. És az a durva, hogy az a Sanyi a tetoválásom. A honnan szerezte meg, úristen. Sanyi, ott van a Sanyi. De durva. Itt meg van egy MTZ, hát itt megint egy műszaki, vagy van ott egy tyúk is. Erről egyébként erről a képről az jut eszembe, fotel volt, amikor egyszer járt be az udvarba, MTZ-be, aztán volt, a tyúk bekerült a hátsó kerék alá, azt anyám meg így kiavált, ott végignéztem, ilyen traumákat kellett átélnem gyerekként, azt mégsem lettem őrült annyira. Na, és és ráment a tyúkra, basszál, hátsó kerék, és így hallottam, hogy rapognak a csontjai. Anyám meg így integetett neki, hogy mi az álmátyúk. A pater meg egy jettében rálépett a gázra egyet, azt a tyúk meg hátul meg kijött a kerék alul. Egy kicsit. Úgyhogy, mert ilyen jó dombos udvarunk, mert megfordult a kerék, képzeljétek. Legyen csodálatos szép élmény volt ez. Nekem úgy megmaradt itt szerintem egy ilyen örökre beleírgett a úristen. Úristen, ne is mondd, ne is mondd. Jaj, jó, oké, ja, igen, ott meg a Trabant, az ilyen roma, figyeld meg, hogy csávó, azt tudja, hogy Romániából írt, ott vannak ezek a szélő kettévágott dacsiak, meg Trabantok a Samár után, meg utána kedve, úszta betyár, ez meg annyira dinamikus ez a izé, ez a rájsz, hogy izé van, mindjárt hát, anyad vágtam magam majdnem, azért igen, az igen. Tök jó, tök jó. Nem tudok rá mit mondani, komolyan így meglepett, hogy egy ilyen nagy traktor jön vele szembe. Ismételtem műszaki ember gyereknek. Még az olaj szivattyút is mindent rá integrált oda, vagy nem olaj szivattyú, hanem a... Mi az? Szerintem az ott lehet az adagoló. Minden gyerekek. Vannak olyan emberek tényleg, hogy minden, apró részletet. Tök durva, és ahhoz megfelelő, megfigyelő képességgel szerintem, meg ezt nem hiszem el, hogy nem, ő például tudja, hogy fejből csinálta ezt az egészet. Alsó újlak MGT-hez, hát de ambok között, Keeper a legjobb, hát nem annyira. Egyébként oda rakott egy ceruzátos srác, megjegyezném, hogy de, van ceruzá, azt akartam mondani, hogy ceruzával nincs is rá írva, de van rajzolva. Egyébként az a fekete ember ott benne a mibe? Kabinba az ki az? Oda egy kettő szemet kellene még neki rajzolni, aztán ilyen halálfélmetes lenne, ilyen ilyen régen volt, nem is tudom mi volt az a kamionos párbaj, és abban így lehetett volna ezzel a járművel. De egyébként a jármű az maga szép, dinamikus, tök jó. Igen, van egy, talán kis kabinos MTZ, nem tudom, jó néz ki. Az ott a földön, vagy a földbe, az nem tudom mi az a láncos dolog, valami, az nem tudom, hogy mi. Esetleg azt írd meg, hogy légy szíves. Egyébként ez remélem nem én vagyok, mert olyan kalán fülei vannak a csávónak, hogy befogja vele a időt, a szabad Európát is. Vannak itt olyan hirtelen ilyen dinamikus rajzok, hogy az rendesen hátra esik. Ott is apám, hallod, az utolsó csövet is megcsinálta a motortérbe a csávó. Felni, tökéletes. Egyébként nagyon nehéz 3D-ben ilyen kereket meg felnit rajzolni, úgyhogy azért mélységérzet is legyen, meg minden, de úgy látom, hogy sikerült. A hátsó, a jobb hátsó egy kicsit megvan izéve, türelme kell, de lehet kicsit túl lett fújva. Egyébként azt tudjátok, hogy szokták azt csinálni, hogy a gépeknek, hogyha nagyon súly kellett, akkor vízzel töltötték fel a gumikat, nem izével, nem levegővel. Alsó újlag, nem tudom, hogy most már használják, de szerintem most már nem. Azért egy kifinomult technika, már régen nem számított, beöngették az MTZ gumiba azért a dolgot. Itt meg egy aratást látunk szépen, egy MTZ-vel, hogy szépen rendezett százszórás, véletlenül nem felejtette képen el bekapcsolni, kivételesen, aztán működik a dolog, jön szépen. Egyébként az tuti, hogy az egy Forschlitt 512, a festéséből ítélve nagyjából. Hozzávetőlegesen. És egy Redmi 8T quad kamera fényképezett. Egy P43 tölgy butorlapasztalon. Igen, és itt megjött a művész úr.
aki inkább az extrém dinamizmusra helyezi a hangsúlyt. Tudjátok, van az a vicc, majd nem is az a kabaré a izével, nem tudom, lehet, hogy sokan nem tudjátok, az ásit, vagy a izével a paraszt a pusztába, vagy nem is tudom, hogy volt. Na mindegy, nem akarok belefolyni, mert nem emlékszem rá pontosan. Száncsere fődet, barázdát, keeper, ott helyezkedek el. Az ilyen izébe, fekete fény vissza a gatyába. Jó kis ege, minden. Franco, egyébként tök jó. Tök jó, hogy az első kerék az ilyen jóval nagyobb itt elől, amelyik ugye hozzánk közelebb van. Nem Franco. Franco, hoppá! Van itt egy szintén műszaki ember, aki a komplett homlok rakodónak megcsinálta még az utolsó csavarig a hidraulika rendszerét is, meg minden egyes áttétel, ami nem rossz. Durván néz ki. Egy picit kicsinálom az első kereket, de lehet, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen perspektívikus csalás, vagy pedig egy kicsit ilyen kubista alkalmazás, vagy szürreális festésleti mód, de nem akarok poékodni, egyébként annyit tudnék poékodni, csak tényleg nem akarom megbántani, mert lehet, hogy valakit nem értik a viccet, és ezért nem akarok megbántani valakit. Ja. Szuper egyébként, tök jó. Szépen ki van színezve. Oh yeah, FS15, FS17, Keeper az MTZ, meg az MTZ, a Spin Time, az FS19. Dobja arra egy lájkot, Keeper. Hát ez jó, jöhet is, na, oké. Okay. Megfogta, igen, ő mindenképp egy pólót. Nem, ám. 82-es MTZ, ő meg szerintem egy Zetol Kristál akar lenni. Köszönöm szépen. Hát ott a profilképem is, ami úgy nézek ki, mint egy kalóz, konkrétan egy kalóz. Azok nem tudom, azok a nagy bibircsókok, azok mik ott tesz, ott. Jaj. És van egy repülőgép, ami húzza a Keeper fejét. Na, őnek én tudom a történetét, mert ő rámírt a srác, hogy ezt ne higgyem azt, hogy ez számítógéppel szerkesztette, hanem ez úgy van, hogy ez igazából az ő életútja, hogy a Csepel fele vágyakozott gyerekkorában itt jobb alul látni. Volt neki egy kis Csepel teherautója, és egy nagyon pici volt, és később, ahogy nőtt fel, úgy elérkezett oda, hogy most már akkora, hogy igazi Csepel teherautóban tud beszállni. Egyébként a rajz az baró jól néz ki. Főleg a hátsó fel, itt ajánlom figyelmetekbe, a konkáv felli, hogy milyen tök jó meg van csinálva. Tényleg ilyen konkáv hatásra kelt. Az alváz is marha jó, árnyékolva is van, alul ugye árnyékoltabb, tök jó 3D-ben van megcsinálva, szerintem böszme jól néz ki. És mondta, hogy ezek úgy vannak, hogy ezeket is ő rajzolta, itt amik alul vannak, mint gyerekként, csak ezek ki vannak vágva, és akkor úgy van ráragva a képre, úgyhogy egy kicsit így eltartva, nem tudom, valami szivacskockával, azt hiszem azt írta, és akkor így ilyen 3D-s hatás kelt, és ő meg annyi a trükk, hogy ő itt fényképről van kivágva. Szóval tök jó szerintem. Na, következő, next. Ó, mi lehet? Ő egy John Deere lehet? Az ő traktor sárga felni, mi lenne más? Egyébként jó. Jó, köszönöm szépen. Dinamikus. Ó, more, ez nagyon alsó új laki átkelő, Univonat, az IFA, a nyáriges IFA-val. Túl tök jó egyébként, amikor ilyen nagyon színes egy ilyen rajz, ez tök bírom, hogy én is egyébként úgy rajzolok, hogy megrajzolom a témát, azt ott hagyok minden csapott papot, és nincs körítés, de itt meg tök jól néz ki ott az a földes út, ugye a szántó, ott azok a fák, ez tök jó, nagyon olyan ilyen van, ad egy ilyen plusz feelinget, egy ilyen kicsit ilyen, tényleg ilyen festmény hatása van, lehet, hogy túlzok, de nézd meg ott a bokrokat is, az is tök jó. Az nem festve van? Vagy mivel van az? Azok a bokrok, jól néz ki. Meg zöldes, meg barna, meg minden színek, ez tök jó. És ez volt az utolsó. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a rajzokat, és akkor az a terv, hogy 15-éig, éjfélig lehet szavazni, 15-én reggel, nem éjfélig, 15-én, 16-án megnézzük, hogy kire jött legtöbb szavazat. Legyen az 16-án videóban megnézem, kire jött a legtöbb szavazat, és akkor kiirdetjük, hogy ki nyert. Ugye azt beszéltük, hogy ha közelben lévő nyert, akkor hogyha igényli, akkor személyesen is elviszem neki nagyon szívesen a csomagot, meg még spórolok is postaköltséget, ne vicceljél már! És meg akinek, aki távolabb van, annak meg természetesen postán fogom elküldeni. Nagyon szépen köszönöm a rajzokat, és bocsánat, hogy ilyen rohadt sokáig tartott, remélem mindenki ideért, hogyha esetleg valaki nem ért ide, ma késő este akarom kirakni csak
a Instára rajzokat, akkor még gyorsan küldje el esetleg, mondjuk este 8-ig, hogyha beesnek a rajzok, vagy akkor azokat én ki tudom, jó, ki tudom rakni. Oké, hogyha véletlenül elkeveredett, vagy nem látta itt benne a pakba, akkor még akkor legyen az, hogy akkor tudja beküldeni, jó? Mert nem tudom, én is hibázhatok, lehet, hogy elsiklottam egy fölött, mert elég sokáig ugye jöttek a rajzok, szóval akkor még éjfélig, vagy nem éjfélig, este 8-ig, még ma, hogyha beérkezik, akkor szuper, akkor még berakom. A videóban ide már nem kerül be, de Instára ki fogom rakni, és akkor ott lehet szavazni, külön rakom a képeket, és amelyikre legtöbb szavazat érkezik, az fog nyerni meg így sorba. És TikTokra akkor meg kövessetek be, és akkor, hogyha esetleg meg lesz az 1000 like, akkor, vagy az 1000 követő, akkor már ma tudnék live-olni valamit, amit veszek fel mondjuk, Farming Simulator 22-t vagy valamit, akkor azt meg streamelném oda. Aki nem akarja szétszpoilerezni a részt, hogy ugye nem akarja azt, hogy lássa, hogy mi történik, hanem a részekbe akarja megnézni, az meg ne nézze TikTokon szerintem, mert akkor meg ugye spoiler értéke lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csőtészta!